Önéletrajz botox, vagy önéletrajz ráncfelvarrás. Hogyan kozmetikázd úgy az önéletrajzodat, hogy sokkal nagyobb eséllyel megcélozd azt az állást, amit szeretnél betölteni. Üdvözöllek, én Baráth Anás, karriertanácsadó vagyok, a Gerilla Önéletrajz műhely alapítója, vezető tanácsadója, és ebben a videóban egy nagyon-nagyon gyakori önéletrajzírás hibára szeretném felhívni a figyelmeteket, amit, hogyha kiküszöbölsz, akkor sokkal könnyebben tudsz állást váltani, elhelyezkedni, bejutni arra az állásinterjúra, ahol elnyerheted a neked való pozíciót. Hadd kezdjem egy sztorival, ami nagyon-nagyon tanulságos, hogy miről beszélek, ez egyébként az önéletrajz kalibrálása. Nagyon sokan túlpozícionálják magukat az önéletrajzban, tehát azt gondolják, hogy ha minél nagyobb felelősséget írnak bele, minél nagyobb szakértelmet tükröznek az önéletrajzban, annál könnyebben jutnak be az interjúra, de ennek pont az ellenkezője valósul meg. Íme a példa. Egy-két hónapja jött hozzám egy szakember, aki pénzügyi menedzserként dolgozott egy multinacionális cégnél, és vezetett egy 6-8 fős regionális pénzügyi csapatot egy viszonylag sokáig, több mint 10 éven keresztül, de aztán jött egy új főnök, és más szakemberrel képzelte ezt a pozíciót, és megszüntették az állását. És jön hozzám, hogy nem tud elhelyezkedni, amit megmondom őszintén, picit furcsálottam, hiszen nagyon versenyképes a tapasztalata. És amikor kérdeztem, hogy milyen állásokra hívták be, akkor azt mondta, hogy ilyen ügyvezetőigazgató, vezérigazgató állásokra hívták be, de csak 50 elküldött önéletrajz alapján mindössze egy-két helyre hívták be. És csodálkoztam is, egészen addig, amíg meg nem néztem az önéletrajzát, ugyanis a következő dolog volt benne. Ő amellett, hogy ennek a cégnek a pénzügyi menedzsere volt, ilyen cégjogi dolgok miatt a cégbíróságon be volt jelentve, mint annak a multinacionális cég egyik lányvállalatának, vagy a fő lányvállalatának az ügyvezetője. De ez csak egy ilyen cégjogi bejelentés volt a cégbíróság felé, ugye ő írta alá beszámolót, a több száz fős központot, aminek ugye ő egy pénzügyi osztályát vezette, ugye egy teljesen más general manager vagy vezérigazgató irányította, aki legalább két szinten volt fölötte. Na, és ugye ezt a pozíciót, hogy ügyvezető igazgató, ugye ezt a cégjogi pozíciót, ő beleírta az önéletrajzába, hogy az elmúlt 4 évben ő volt ennél a cégnél az ügyvezető igazgató. Ugye ezek után nem is csoda, hogy milyen állásokra hívták be. Behívták ügyvezetőigazgató, vezérigazgatói pozícióba. Volt olyan cég egyébként, annak az aktuális cégvezetője volt kollégám, és csak előléptették ilyen nemzetközi, még magasabb szintű pozícióba, és tudom, hogy annál a cégnél több mint 1000 fős céget kellene vezetni, amire őt behívták ugye 6-8 fős vezetői tapasztalattal. Mondanom se kell, hogy mennyi ideig tartott az interjú, ezt is ki tudjátok találni, körülbelül 4 óráig, amíg a HRS ugye beazonosította, hogy ja, hát ő nem teljesen az az ember, akire gondoltak, megköszönték az interjút, és azóta se hallott felőlük, pedig egyébként annál a cégnél is lett volna olyan pozíció, ami nekik jó, de ez már más, ami neki jó, de ez már más tészta. És a másik pozícióra is, amire behívták, az is egy ilyen ügyvezető, tehát első számú vezetői pozíció volt. Milyen következtetésre juthatunk ebből? Egyrészt, hogy nem kell túl pozícionálni magad az önéletrajzban, de ennél sokkal nagyobb következtetés az, hogy az önéletrajzod az nem egy hivatalos irat. Tehát ez nem egy adóbevallás, nem egy olyan formanyomtatvány, ahol mindennek a munkaszerződésedben lévő módon kell szerepelnie, mert ez a példa viszonylag sok ügyfelemmel előfordul, picit más vonatkozásban, hogy leírják, hogy munkajog, mi volt a munkaszerződésükben, vagy a névjegykártyájukban, és aztán pont ez a megnevezés akadályozza őket abban, hogy elhelyezkedjenek. Okay. Mit kellett volna csinálni ennek az ügyfelemnek? Ugye ő pénzügyi menedzser volt, ő pénzügyi menedzser állásokra kellett volna pályáznia elsősorban, és ugye ott egyszerűen ki kellett volna hagyni a fenébe ezt az ügyvezető igazgatói pozíciót, hiszen az egy technikai dolog volt. Az esetleg a felelősségekben, a feladat leírásban megemlítette volna, hogy ugye cégjoggal kapcsolatos feladatok, társasági, vagy mi ez, közgyűlések, meg taggyűléseken részvétel, meg levezetés, meg ilyesmi, de még az is teljesen fölösleges lett volna bele. Oké? Tehát kihagyhatta volna nyugodtan, rá kellett volna kozmetikázni a megpályázott állásokra.
Hadd mondjak még két példát, jó? Ez még egy viszonylag friss sztori, itt még nincs happy end, még az ügyfelem benne van a keresésben. Viszont van happy end másik helyen. Volt egy ügyfelem, aki a Műegyetemen volt, Budapesti Műszaki Egyetemen volt, vállalatirányítási rendszer tanácsadó. Egy 40 év körüli hölgy, aki azzal jött hozzám, hogy András, több mint egy éve nem tudok elhelyezkedni. Megszűnt az állása. A Műegyetemen több mint egy évig nem tudok elhelyezkedni. Miért? Itt két dolog volt egyébként, majd egy más vonatkozásban az ő története is nagyon érdekes lesz, de ebből a vonatkozásban ugye nála az volt, hogy amellett, hogy vállalatirányítási rendszer tanácsadó volt, ennek a rövid munkaerőpiacon szokványos megnevezése az ERP tanácsadó, mint Enterprise Resource Planning, ERP tanácsadó, de 3 vagy 4 évig a gazdasági vezérigazgató, vagy gazdasági igazgató helyettes pozíciót is megkapta. Egyébként a munkája mellett olyan őrült sok feladatot nem is jelentett neki, tehát az ERP vállalatirányítási rendszer tanácsadó pozíciója mellett volt ő gazdasági vezető helyettes, de ugye mit csinált? Ugye nagyon magabiztosan szerepeltette az önéletrajzában. És ugye innentől kezdve megszűnt a jól érthető profil, tehát nem tudták őt beazonosítani, hogy figyelj, te most egy vállalatirányítási rendszer tanácsadó vagy, akkor miért voltál gazdasági vezető helyettes, vagy te egy gazdasági vezető helyettes voltál, de úgy, hogy nincs megfelelő pénzügyes számviteli tapasztalatod. Ugye a leendő munkáltatók ilyenkor nem gondolkoznak, nem állnak neki törni a fejüket, hogy akkor most melyik volt. Nem fognak felhívni, hogy figyelj már, akkor ezt magyarázd meg. Ha nem értik, nem hívnak be. Ő emiatt több mint egy évig keresett állást. Tehát ez a hölgy ügyfelem szeptember végén járt nálam, és ezt a dolgot rendbe tettük, én ezt kalibrálásnak hívom, vagy bepozícionálásnak. Mondtam, hogy ezt a gazdasági igazgató helyettes dolgot hagyjuk ki a fenébe, én IT projektmenedzserként szeretném őt bepozícionálni, ennek a tanulságáról egy külön videóban majd fogok még beszélni, de kihagytuk a gazdasági vezető helyettes dolgot, és másfél hónap alatt el is tudott helyezkedni egy szuper pozícióban, nagyszerű fizetésért, többet keresett jóval, mint korábban, cégautó, korábban, benzinhasználás, stb. Oké, tehát ez is egy olyan sztori, ahol nem, ugye pont az, hogy picit lentebb húztuk a profilját, így rá meccseltük, rá szabtuk a megpályázott állásra, és így már nagyon gyorsan el tudott helyezkedni. Oké, és volt egy harmadik sztori, ami szintén nagyon gyakran előfordul. Egy ügyfelem jött hozzám, akinek könyvelő, illetve adótanácsadó cége volt, több mint 20 éven keresztül, de úgy döntött különböző okok miatt, hogy bezárja, és el szeretett volna helyezkedni főkönyvelőként, szenior könyvelőként, könyvelési csoportvezetőként, és fél évig sehová nem hívták be. Ezt hozzám, hogy miért. Ugye talán már ti is kapizsgáljátok, hogy mi lehetett az ok. A régi önéletrajzában az volt benne, hogy ügyvezető, igazgató, mit tudom én, milyen KFT, ettől eddig könyvelő KFT, aztán a másik ügyvezető igazgató, mit tudom én, milyen adótanácsadó KFT ettől eddig, és nem értették, hogy egy ügyvezető igazgató miért pályázik ugye főkönyvelő állásokra. Mi volt a megoldás? Hogy az, hogy ügyvezető igazgató, ezt kihagytuk, helyette írtuk azt, hogy főkönyvelő, mit tudom én, milyen KFT és főkönyvelő, és felépítettünk neki egy ilyen könyvelő, szenior könyvelő, könyvelő profit. Teljesen jó volt, teljesen etikus. Egy gram hazugság nem volt abban, amit írtunk, de tény, hogy másképp írtuk, mint ami a hivatalos iratokban, a cégiratokban szerepel, de ugye döntse el mindenki, hogy melyik felelt meg jobban a valóságnak, ugye az, hogy ő ügyvezető igazgató volt, vagy az, hogy ő főkönyvelői típusú pozíciót töltött be. Hát a munkaerőpiac szerint ez utóbbi közelebb állt a valósághoz, ugyanis még ugye ezzel az ügyvezető igazgatós pozícióval, és ezek ilyen 6-8 fős cégek voltak, fél évig interjúra sem hívták, addig az átírt profila, átírt önéletre azzal írd és mond 3 hét alatt talált egy nagyszerű állást. Oké? Tehát ez volt az önéletrajz botox, vagy önéletrajz ráncfelvarrás. Gyakran hangsúlyozom, hogy a pozíció neveket kozmetikázni kell, ne abból indulj ki, hogy mi volt a névjegykártyádon van a munka, vagy a munkaszerződésedben, hanem hogy a pozíció név is egyértelműen tükrözze, akár feladatok bemutatása nélkül is, hogy te mit csináltál annál a cégnél, és ne legyen félreértés, ráadásul legyen összhangban azzal az állással, amire pályázol.
Az önéletrajz ráncfelvarásról, kozmetikázásról még nagyon sokat beszélek, hogyha szétnézel majd a gerilönéletrajz.hu weboldalon, ott is találsz szikeket, de gyere a csütörtök esti élő minitréningemre, csütörtök este 17:30-kor tartom, ahol be fogom mutatni részben az önéletrajz kozmetikázás, részben a motivációs levélírás lényegét, az állásinterjú való felkészülést, még 6 másik stratégiailag fontos teendő mellett ahhoz, hogy mielőbb egy nagyszerű állást elnyelj. Az biztos, hogy az önéletrajz kozmetikázás ebben nagyon fontos szerepet játszik, de ne állj meg itt, sőt ebben az előadásomban arról is beszélek, hogy hogyan jutsz hozzá, több tucat sikeresen elhelyezkedő ügyfelem önéletrajzához ingyen, tehát milyen feltételekkel kaphatod ezt ajándékba. Várlak tehát szeretettel csütörtök este 17:30-kor, hogyha állást keresel, és megmutatom, hogy hogyan nyerhetsz el mielőbb egy nagyszerű pozíciót. Nagyon sok sikert kívánok, mindent bele, hajrá, sziasztok!